Még mindig várják a jelentkezőket a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjának 2019 őszén induló új évfolyamába. A programról és a jelentkezés feltételeiről Tóth Ákos Károly régióvezetővel beszélgetünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét! Még mielőtt belemegyünk abba, hogy miként lehet jelentkezni a programra, beszélgessünk a programról. Én szerintem nem hallott a híradó végén, röviden úgy vázoltam fel, hogy egy nagyon jó alternatív oktatási rendszerről, vagy oktatási módszerről van szó, és lehet, hogy itt majd ki is javítana engem. Tehát miről van szó? Hogy épül be ez mondjuk a rendes mindennapi oktatásba? Ugye felső tagozatosokat próbálunk most megszólítani. Ezt beviszik az általános iskola falai közé, vagy azzal párhuzamosan valahogy egy másik délutáni esti órákban zajló oktatásról van szó? Van egy saját központunk, itt Kecskeméten a tanítóképző főiskola kampuszában van a Matthias Corvinus Kollégium FIT programjának a helyi kecskeméti régióközpontja, és itt két hetente szombati alkalmakkor vannak tréningnapok, ahol olyan képzési formát nyújtunk az érdeklődő diákoknak, ahol játékos, gyakorlati körülmények közt tudnak olyan ismereteket elsajátítani, amiket az általános iskolai közoktatási körülmények közt nem feltétlenül kapnak meg. Szóval inkább én úgy fogalmaznék, hogy ez egy kiegészítő lehetőség olyan diákoknak, akik az átlagnál nyitottabbak új ismeretek elsajátítására, és a világnak olyan dolgainak a megismerésére, ami fontos lehet és érdekelheti őket. Ugye ez egy alapítványi kezdeményezésből létrejött kezdeményezés, oktatási forma. Nyilván egy alapítványi forrásból valósul meg, de mi a célja a FIT programnak? Zseni képzés? Nem, egyáltalán nem zseni képzésről van szó, sőt kifejezetten inkább olyan diákokat keresünk, akik nem ebbe a zseni kategóriába tartoznak bele, persze természetesen ők és tiszteljük, és becsüljük, de sokkal fontosabb az, hogy több dolog irányába nyitottak legyenek, illetve egy közösségben is együtt tudjanak működni. Ugye ide most felvételt hirdettek, mennyi diákot tudnak felvenni, és ha jól tudom, akkor a felső tagozatostól, tehát a most ötödikes diákok nyújthatják be a jelentkezésüket. Mit kell tudni a felvételéről? Egyszerűen csak a tanulmányi eredményeket kell benyújtani, vagy van egy elbeszélgetés? Egy interjú is. Nem, maga a tanulmányi eredmények abszolút nem fontosak. Sokkal fontosabb maga a diákja és az érdeklődése. A maga a felvételi az úgy néz ki, hogy játékos feladatok, teszteket kell megoldani, és pszichológusok segítségével történik maga a kiválasztás. A szókincset vizsgáljuk, az érzelmi intelligenciát vizsgáljuk, általános tájékozottságot vizsgáljuk, és ami még nagyon fontos, és említettem is, hogy a csoportban való együttműködésnek a képességét. Azért heti 5 nap iskolai rendszerben való részvétel után két hetente egy szombati 8 órás képzés, az szerintem önmagában már egy állóképességet igényel egy ekkora gyerektől. De nyilvánvalóan a titok az valahol a programokban van, ami szombatonként várja az odaérkező diákokat. Mit tanulnak itt? Mondjunk el néhány tantárgyat, vagy néhány programelemet. Magukra a programelemekre rátérnék, talán a legnagyobb titok inkább abban a hozzáállásban rejlik, hogy mi játékos formában, gyakorlati módon közelítjük meg a különböző tudományágakat, a különböző ismereteket, a különböző tematikákat, és nem az iskolapadban ülnek bent napi 8 órán keresztül, hanem kis csoportos foglalkozásokban, projektjelleggel sajátíthatnak el új ismereteket, de hogy konkrétan mikről is van szó, robotikával foglalkozhatnak, drónkészítéssel foglalkozhatnak, internet használat tudatosságával foglalkozhatnak, média és filmes ismereteket sajátíthatnak el, a jövő városát megtervezhetik, de akár a divattervezés, illetve a színház világában is elmélyülhetnek. Azért kíváncsi lennék, hogy azok a gyerekek, akik odaérkeznek a felvételére majd, hogy milyen indítatással jönnek, vagy az osztályfőnök, aki küldi őket, milyen indítatással, vagy a szülő milyen indítatással küldi. De talán a legsokat mondóbb az, hogy ha jól tudom, akkor most volt egy nyári táboruk, ahol gondolom már az előző évfolyamok és már a most bejelentkező diákok is részt vettek. Mi a visszacsatolás? Mit mondanak a gyerekek, hogy miért jó ez? Mi a céljuk ezzel a képzési lehetőséggel?
Maga a nyári táborunk az egy nagyon intenzív 5 nap, mind élményekben, mind a tudásanyagoknak az elsajátításában nagyon intenzív, és hogy azért is nagyon szeretik a diákjaink, mert ugye évközben a kecskeméti diákok a saját évfolyamukkal töltik el a tréningnapokat, viszont itt vegyes csoportokat alkotunk. Arról még nem beszéltem, hogy több vidéki városban is van központunk, Budapesten is van központunk, és most már a határon túlon is 2 településen, Beregszászon és Sepsiszentgyörgyön is van képzési központunk, és itt vegyes csoportokban dolgoznak együtt, játszanak együtt a diákok, és nagyon jó kapcsolatok, nagyon jó barátságok születnek. De. És maguk, csak hogy pár példa, hogy milyen programok voltak. Volt az egyik napnak a Vadnyugat, illetve a West End volt a tematikája, ahol többek közt indián sátrakat készíthettek egy építészhallgatónak a vezetésével, ahol például olyan információkat is meg lehetett tanulni, amiket például még én sem tudtam, hogy kiderült, hogy ez egy nagy sztereotípia. Például, hogy az indiánok kizárólag ezek azokban a sátrakban éltek, mint amiket a western filmekben láthatunk. 25 ezres kővárosaik voltak az észak-amerikai indiánoknak is például, és ezek ilyen olyan információk, amikkel így nem igazán lehet találkozni, és akkor átjutnak ezek a tudásanyagok is, mindeközben azért az indián sátrat is felépítik a diákok, ami szerintem így fantasztikus, de ugyanúgy a maja indiánoknak az írását is tanulmányozhatták, és a saját jelírásukkal, saját szövegeket, maja indián szövegeket is alkothattak. És ez is arra utal, hogy a játszva tanulás az talán az egyik legjobb irány, hogy minél jobban lehessen szélesíteni és mélyíteni. Akkor ha a programról beszélünk, akkor az nem sztereotípia, sőt két vonal aláhúzandó, hogy ez kőkemény közösségépítés, ami azért itt szombatonként zajlik a rendszeren belül. Beszéljünk gyorsan akkor, ugye lesz egy nyílt napjuk, várják a jelentkezőket, mennyi jelentkező jöhet még, egyáltalán hol az a felső határ, ahol meg kell húzni önöknek a vonalat, és mi a teendő, mi lesz a nyílt napon, esetleg van-e lehetőség arra, hogy oktatókkal is találkozzanak a leendő diákok? Most szombaton, augusztus 24-én 14 és 18 óra közt tartjuk meg a központunkban a nyílt napot, ahova minden érdeklődő diákot és szülőt szeretettel várunk. Bármilyen kérdést fel lehet tenni a képzéssel kapcsolatban, a felvételivel kapcsolatban. Most itt oktató kifejezetten most nem jön el, de a központnak a vezetőivel és munkatársaival találkozhatnak, és nagyon sokat fogunk játszani, és azért bepillantást nyerhetnek a mindennapi hétköznap életünkben. De ha jól tudom, és ugye beszélgettünk a híradó előtt, az oktatók is leginkább a versenyszférából érkező szakemberek, üzletemberek, pénzügyi szakemberek, akik egyáltalán nem egy tanár szemszögével, hanem mint húsvér szakemberek tudnak tanácsot adni. Igen, a versenyszférából is érkeznek, de azért a tudományos életből is, és természetesen pedagógus oktatóink is vannak, csak ők mind olyan módon közelítik meg az adott témákat, amik egyáltalán nem a hétköznapi oktatási formában illik. Például a pénzügyi tudatosság az egyik nagyon fontos tantárgyunk, amit tulajdonképpen nem lehet időben elkezdeni, és ezt is valóban az üzleti szférából érkező oktató tartja. Beteltek már a helyek? Tehát azért, hogyha most mennek, akkor úgy akit érdekel, az kapkodjon és menjen önökhöz szombaton, vagy azért még van lehetőség? Szeptember 8-áig lehet jelentkezni, ez a nyílt nap, ez arra jó, hogy akiben még esetleg kérdés van, hogy jelentkezzen, ne jelentkezzen, akkor talán választ kaphat ezekre a kérdésekre. Van még hely, de alapvetően szeptember 8-ára minden bizonnyal a teljes létszámunkat el fogjuk érni, illetve hát általában ilyen kétszeres túljelentkezés szokott lenni. Összesen egy osztály vagy egy évfolyam az 25 főből áll. Idén indul el szeptemberben a 3. évfolyamunk, Kecskemét, ugye 2017 óta van. És akkor a 3. évfolyam, ők most a 8-osok. Most lesznek a 7-esek. 7-esek, és akkor utána ugyanúgy végigkísérik az általános iskolás 8 évfolyamot, 8-ig, és utána középiskolás képzésre van lehetőségük? Tehát tudnak tovább lépni ezen program keretében? Igen, 5-től 8. osztályig tart a komplex tehetséggondozó rendszerünk, és utána igen, van középiskolás képzésünk is, sőt, egyetemista képzési rendszer is van.
és azután még van maga a ilyen doktori képzési lehetőség is, és egyébként maga a Matthäus Corvinus Kollégium először egyetemista, majd a középiskolás képzési rendszerét kezdte el, és utána bővültünk az általános iskolások felé. Lejárt a műsoridőn, két nagyon fontos kérdés, egyrészt mennyibe kerül a képzés? A képzés a 5. évfolyamban ingyenes, 6., 7., 8. osztályban pedig 10.000 forint egy tanévre. Tehát egy jelképes hozzájárulás inkább. Igen. Van-e bármilyen weboldaluk, ahol esetleg tudunk tájékozódni? Igen, a fit.mcc.hu oldalon lehet tájékozódni, és a jelentkezést is online lehet megtenni. Rendben. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és hát várjuk a fejleményeket, szerintem még fogunk a programról beszélni. Köszönöm. Folytatjuk a kiemelőt.